Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. No, nálunk most is jó hangulat van a stúdióban, és remélem, hogy ilyen lesz a negyedik epizód is, amire várunk benneteket most szeretettel, hiszen itt van továbbra is velem Matics Misi, Barbie, Gyarmati Ariel, és nagyon jó hangulatban Pocsis Gyuri. Hát Ariel, neked van egy nagyon ismert eseted BMW-vel. Hát az hogy történt, mert volt, az arról volt egy ilyen, Egy-kétszer azért már volt bemelegítés is arra, hát azért felkészültünk rá, azért még a Super 1006-os Ignis-szel ott az esküvőt egy héttel volt, akkor azt meghempergettük a szombathelyen. Az mondjuk egy érdekes sztori volt, még a BMW előtt Szombathelyről én ott volt valami probléma, hogy a Super 1006-os Ignis-szel mentünk, szakadt az eső, sár volt, és a jobb hátsó fék nyeregnél a fékcsövet, a sár, de ez valami konstrukciós hibája volt, le tudta tekerni, és elfolyt a fékolaj. És akkor küzdöttünk lefelé, és volt egy ilyen, bal három, és a vége a cél volt, a fotocella. És elfordultok a bal háromat, átmentünk a fotocellen, de így leúszott a hátulja, nekicsapodott egy fának, és így 180 fokon megpördített minket. És hogy volt egy ilyen 100 méter full egyenes a beíróig, de ez egy ilyen nagyon vékony kis út volt, nem tudom, meg gyorsági volt. Vasvár, Hubai Gabinak a vadászhely. Ja tényleg, igen. És ott álltunk ott 180 fokban, és tudtam, hogy hát nem tudom megfordulni, kézifékkel nem tudom megfordítani, mert nincs hátsófék. És nagyon nehéz volt az attól adni egyrészt, hogy a váltókoron voltam, hogy karamit kellett húzni, és akkor volt rükverzbe. Ugye a tükrök, egyrészt tiszta sárban minden meg, hát ilyen ekkorka tükör, ugye csak azért, mert ugye a kereszt miatt kötelező, és akkor ez a 100 méteren tolattunk, úgyhogy hát csak egyik az így állt benne, ugye a fa miatt, és akkor nézték a beíróból, és ezek mi van ezekkel, valami furcsaság van már. Zoriehez mentek a menetlevélért. Nem az elején jön az autónak, hanem a hátul, és akkor látták, hogy nem fog betalálni a beírósátorba, a szakad összebe a beírósátort arrébb kötöztették, minden közben a mögöttünk lévő, ja, mert ugye sietni kellett, mert kanyar után voltunk, hogy nehogy frontálisan összecsattaljunk, mert belénk jön a következő autó. Keller volt, így van. Aztán az volt a kiértünk végül. Valami a, volt. Tehát a Keller, ugye mi menekültünk, ütötte ki a lest. A magas lesnek a lábát kiütött a saját főnökének a vadászházánál. Ja. És akkor, hát az egy ilyen kalandos sztori volt, de volt egy-két ilyen felkészülés azért arra a BMW-s esetre. Ja, de aztán hát 13-ban volt ez a BMW-s baleset. Hát én úgy gondolom, hogy nem. Tehát ez legfőképp az én hibám volt. Mégpedig vehemencia? Vagy nem. Hanem az a fékrendszer, hogy az olyan Evo 6-os fék volt akkor, mit tudom, milyen CSL, BMW tárcsákkal, nem tudom, és az képes volt arra, hogy szarúton, hogyha gyorsan mész, tudod, így visszapofozza így a tárcsa betétet, és akkor semmi más gond nem kell csinálni, csak rápumpálsz kettőt, és akkor helyére kerül minden, és akkor van fék. És ez pont egy olyan rész volt, ahol nem tudom hány kanyart, egy kilométert padlógáz. És hát az 200 fölé fölmegyünk az M3-as simán. És én borzasztó szar út volt még, ugye nem volt leaszfaltos, ott pattogtunk az úton, és nem pumpáltam fel egyszerűen a féket. És rájöttem a fékpedára, az koppant a tűzfalon, ugye a Bibliák Istenre lett, adták, Isten nincs fék, üvöltöttem, és akkor ott váltogattam, visszapumpáltam a féket, húztam a kéziféket, és akkor elkicsapottunk, ugye rácsapottunk a szalagkorlátra, ott már ugye volt fék, de hát ott már olyan tempó volt, meg a fűbe, lassul nem lassultunk semmit, és láttam, hogy a becsapódás, tehát így láttam a partoldalt, tudtam, hogy irgalmatlan a sebességünk, csak annyi volt bennem, hogy hú, baszki, ez nagyon nagy lesz. Becsapottunk, nem tudtam kinyitni az ajtót, ugye ott a domboldal, akkor éreztem, hogy hát sajog itt-ott, hogy az nem olyan jó, hogy így érzem. És akkor el kellettem így kimászni ugye, a kezemmel így át az Isten felé, és akkor tudják, itt kisegítettek, kiúztak a kocsiból. Aztán ugye lefektettek oda a földre, és éreztem, hogy nagyon fájnak a talpaim, a térdeim, meg a derekam. Tehát ez nem is az, hogy nagyon fáj, hanem hogy érzem. Uh-huh. És hogy ez a nem jó, mert ugye az adrenalin minden miatt nem volt fájdalmam, csak az, hogy érzem, hogy ott van, és tudtam, hogy nem jó. És akkor néztem hogy a lábamat, én emlékszem, hogy a lábfejemet, meg a térdemet, hogy kicsit valamennyire tudtam mozgatni, akkor már mondom, fú,
akkor tehát így a gerinc az talán nem lesz olyan nagy probléma, hogy mozog mindenem. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Hát ennyibe jöttek a kórházba, ott az egy borzalom volt, az egész. Az egy kávária volt, átkerültem Siófokra kórházba, ott is voltam egy keveset, ott már jobb volt a helyzet. Mi volt a pontos diagnózis, miket számítél? Hát egy csigolyám törött, egy kompressziós törés. Uh-huh. Térdembe levált egy porc, valamint hát a lábaimban meghatározhatatlan mennyiségű csont tört össze a talpaimban. Uh-huh. Tehát egerben annyira komolyan vették ezt az egészet, hogy tehát hülyének néztek. Tehát, hogy az orvos az ott konkrétan ki volt készülve, hogy az egész rally verseny ez minek, meg hogy ott nem tudom, az babak alatt mentünk, ott van etapon, és akkor tehát nem foglalkozom, mondtam, fáj mind a két talpon, megröngenezték, mit tudom, az egyik akkor el van törve, jó, akkor begipszelték, és akkor itthon már hazaengedtek, amikor nem tudtam menni, mert a gipszes lábonnal tudtam csak lépni, amelyiken nem volt gipsz, hanem nem tudtam rájutni, mert úgy fájt. És akkor itthon utána visszamentem, érzettem, hát persze, el van törve az a lábad is, és akkor mi legyen, rakjunk gipszet. Akkor kérdeztem az ő barátomat, az orvos, hogy te mondom, Andrista, raknál magadnak? Azt mondja, hát igazából nem. Hát mondom, akkor jó, és akkor egy évnek el kellett tennie, mire tudtam úgy menni, hogy nem fájt a talpam, mire úgy összefort. Az is, amelyiken nem volt gipsz. Meg hát ugye hordtam egy hónapig, vagy két hónapig ilyen gerincfűzőt, mert ilyenek, de hát az új kasznél, még rajtam ott a fűző, de már mentünk az új kasznél, emlékszem, így ültem a Dukatóba. És akkor hoztuk az új kasznit, hogy azért lesz ez. Mekkora sebességnél volt a becsapódás? 147 km per órával csapottunk be. A part oldalba. Ah, ugye volt már benne GPS. Hát igazából durva volt, tehát nem volt kellemes. Az olyan érzés volt, mintha felrobbant volna bennem valami. Uh-huh. Nagyon durva volt. De jött a mentő, ugye elvittek akkor, tehát úgy voltam vele, hogy a tudatomnál voltam, és akkor voltam, mondom, hát ezt ki kell próbálnom, mert az ember látja néhány közvetítésekben, meg filmekben, hogy a Forma 1-es pilotákat, amikor rakják be a mentőbe, és akkor tudod, mutatja az okét, és akkor raktak be a mentőbe, tehát nem tudom hány ember volt, ott rengeteg volt. Igen. És akkor raktak be a mentőbe, és akkor mutattam a vizeti föl, és az egész, nem tudom, sok száz vagy ezer ember ott üvöltöttek, tehát kirázott a hideg a mentő, és is mondták azt, hogy milyen durva volt. És akkor bevittek a mentőbe, de hát, vagy a mentővel a kórházba, de hát ott kiesett a tolókocsinak a kereke, majdnem leestem, tehát úgy fogtam meg az ilyen főjárónak. A korlátot úgy kaptam el, majdnem leestem, ott legurultam. Az egri kórházban nagyon rossz élményeim voltak. Mentővel a Zsigulival nincs az a baleset. Lehet. A mai napig rápumpálok a fékre. Ja, azóta én is. Én egyenesek végén mindig. Azóta bal, látodok és megnézem, van-e. Én is. Azóta mindig rápumpálok, minden egyenes. Uh-huh. Minden fék utáv előtt, uh-huh. Ballal egyet izé. Lehet is látni minden külső felvételen, hogy a féklámpa az csomószor izé fel. Igen, nagyon ezért, mert azóta mindig megnézem, hogy van-e fék. Hosszúak végén, mikor ott már kisimul a hangja. Ja. Akkor kellemetlen, mikor irány. Borzalmas érzés egyébként az, hogy odaépsz, és szó szerint koppan a tűzfalon. Ugye olyan érzés, mintha inkább fölgyorsulnak az autó, mikor érzed, hogy igen, nem lesz így valami, van, ami igen, megállítsa. Igen, nekem fölgyorsul, nem koppant ki. Tehát Istvánnak szerencsére nem lettek olyan komoly sérülésé, mert inkább így az én oldalam, vagy az én sarkával kaptuk el a kocsit, vagy a domboldalt. És ugye nekem is ugye az, hogy a pedálok ugye ott voltak, azok törték ugye össze a talpaimat, meg az egész erő onnan jött föl, neki meg, őt meg az ő fogta meg, tehát őt, neki meg itt voltak jobban az úzódásai, de ő azért jobban megúszta szerencsére. Neked, Gyuri, mi volt a legnagyobb? Nem tudom. Volt sok. Sok. Tehát tetőn átfordulás, tetőn csúszás. Pörgések előre, hátra, oldalra. Mivel kikkel? Nyilván Ariel, ahogy hallom, de... Hát, ott jó, ő vele is, a Mitsubishivel is, meg a Super 1-6-ossal. Mi műszakos vörestünk? Hát ittem. Ja, tényleg. Volt az M6-os. 13 fát vágtak ki az autó alól. Hogy volt velünk. 13 fát vágott ki, a rész csúszás volt. Ilyen kilövő állásba álltunk egy ilyen bozótos, egy erdőcsoport tetején. Ez hol volt, melyiken? Nyárásvölgyem. Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ottigeo Földmérő Kft.
Egyenesbe estünk. Egyenesbe? És az, hogy hát ez nagyon rossz, most a körülmények voltak, esett az eső, sár volt, minden. Éjszaka volt. Sötét Interrel akartam kimenni, de aztán mondták... Jól látod, róka esett is. Interrel akartam kimenni, de aztán mondták, hogy ne azzal menjünk, hanem ez az újfajta gumi, ez jó erre is, és akkor... Hát nem volt jó. Hát egyenes ötödik, és egyszer csak rájöttünk egy ilyen valami sár valamire, és ott úgy lecsúsztunk az útról, először a jobb oldalra, onnan valahogy visszakanalaztam, és annyira átdobott a bal oldalra, ilyen rézsűs fű, hogy onnan már nem volt visszaút, és lefelé. Hát gyakorlatilag így ilyen, az volt a szerencsé, hogy ilyen vékonyabb fák voltak, és ott döntöttünk egy párat, és így hajlottak meg, és még így fölcsúsztunk rájuk, és hát tényleg ilyen kilőállás volt a Mitsubishi, így álltunk meg a végén, és akkor kiszálltunk azt. Nem lett nagyon nagy baj egyébként. Ez az autónak nem lett baja semmi. Hát majd egy facsoportot be kellett kivenni. Mikna autóval, talán Aradon borultunk fel, az nem volt kicsi. Ott tetőn csúsztunk, neki egy farakásnak. Az igen. Az egy faág így bejött kettőnk között, így, hogy lógtunk ott ugye fejjel lefelé, és akkor jött a faág, és be, hátsó ablakon meg ki. És ott el a kettőnk között. Tehát, az volt. Húzós, nem? Ezek úgy megviselnek hát az volt a baj, hogy Aradon voltunk, tehát baráti környezet. És... megtörtént, azt felborultunk, visszapattattunk a farakásról, az autó az oldalán állt meg, de az Otto oldalán, akkor közben füstölt, az Otto mászott kifele, én dobáltam ki fölfele a cuccunkat, hogy kigyulladna, akkor legyen meg a tűzoltót, és akkor kimásztam én is, akkor teloltottuk az autót, hát senki nem állt meg. A bújdos Miki jött, talán három rajtszámmal. Senki nem állt meg. A románok jöttek mögöttünk. Ja, értem én. Senki nem állt meg, mindenki ment tovább. És a bújdos Miki jött talán harmadik autónak utánunk. Ő állt meg, és ők adták oda a kézitűzoltókészülékünket, készülékeket, hogy legyen még egy, hogy tudjuk oltani az autót. Tehát ők... Akkor ez nem a békebarátság. Nem. Úgy egyébként nem lehet rosszat mondani, azt ott eltöltöttünk egy 6-8 órát ott az erdőbe, mire beengedték, értünk a srácokat. Az mondjuk nem volt kicsi, aztán a Szízsoltival, Kassaralin, ott meg tetőn forogtunk, a búgócsiga. Ja, közös helyszín. Ott az S-csoportos. És az volt az érdekes, hogy az Ottóval is az S-csoportos bajnoki cím volt abban az évben, tehát bajnokok lettünk a végén, a Zsoltival is, és mind a kettőben volt egy ilyen tető. Tehát az mind a kettőben volt egy ilyen tető, de hát ott is az volt, hogy igazán az autónak semmi baja nem lett volna egyébként, mert egy ilyen lehetetlen szituáció volt, ilyen jobb kanyar, harmadikban volt a vált, és hogy jöttünk föl, mert annyira ki volt már járva, és feldobta a hátulját, és kicsit eldobta, tehát belehúzott a kormányba, túloldalon volt egy árok, és ugye éjszaka volt, és hogy lekapott a bal eleje, ugye megakasztotta a partoldalazot, és átdobott bennünket tetővel, tehát most éppen csak grúgattunk. És akkor csúsztunk, hogy tetőn, így forgott az autó, most azért ez így, amikor csúszol így tetőn, meg forogsz, az de mint a búgócsiga így, és akkor az olyan hosszú időnek tűnik. Tehát ugye elveszik az érzéket, hogy most akkor mennyi ideje is forgok én pontosan. És akkor hogy megállt az autó, Zsolti, hogy jó vagyok. Kicsatoltuk magunkat, puf, leestünk. Nem nyílnak az ajtók. Tehát nem nyíltak az ajtók, mert ráfeszült a tetőlemez az ajtóra, és nem tudtuk kinyitni. Jöttek a nézők, azok feszegették, akkor kirugdosták az én oldalamon az oldalablakot, akkor kimásztam, kitéptem a Zsoltit is, és közben futott, zavartam a nézőket, hogy állítsák meg a Maricsek Mikit, mert ő rajtott mögöttünk, hogy volt sötét éjszaka, és keresztbe állt az autó az út, hogy ne itt elrakja szerencsétlen. És ott megállították a gyorsaságit, ott állt az egész mezőny, mindenkit kaptunk egy ásványvizet, Red Bullt, kitől mit. Meg volt cseresztet a svédasztal. Megjött a rescue, de figyelj, egy tetőlemez csere lett volna egyébként az autón. Megjött a szlovák rescue, és akkor magyarázta nekik, hogy fordítsuk el az autót 90 fokkal, és akkor tegyük le az út szélére, és akkor az úgy szépen menet irányba áll majd ott. A szlovákok fogtak, tiki part, rátették négy kerékre az autót, azt így le a zárokba, de egy ilyen szakadékba elgurult a Mitsubishi. Zsolti az nagyon kiborult, hát meg ne tudom érteni, hát kellett egy komplett eleje az autóra. De konkrétan kellett egy eleje az Evo6-osra. Ez az Asi féle Evo6-os volt, az a négy csavaros kerekek voltak rajta.
Hát az ott nagyon összetört, és akkor ott olyan remegett is a sztori, hogy a Kovács Antiékkal versenyeztünk, ugye akkor a bajnoki címen, és az Antiéknak csak célba kellett volna érni, kacsony az utolsó gyorsan eldobta. Az utolsó gyorsan eldobta az Anti. Akkor fő is üstöm a Gergőt, mondom, hogy elmondom, ezt nem akarom elhenni, az utolsó gyorsan tudjátok behajintani. Mondom, csak begurultok, betolattok is. Mindegy már, hogy mi van Pécsen, akkor már ti vagy tudjátok. Ez a kettő volt, de úgy Isten igazából olyan nagyon extrém, Krisztiánnal idefa, odafa, Jani bácsival ugyanez, de úgy, tehát ilyenről nem, hál' Istennek nem tudok beszámolni. Dolgozó szállítás, buszrend. Csoportoknak? Buszrend. Rendezvényekre? Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. Misikém, ha azért rendelkezésedre áll továbbra is ez az R4-es Mitsubishi, mik a tervek vele, mert hát azért egy elég jól összerakott autóról beszélünk, kéne ezt használni még a jövőbe is, nem? Igen, az bánt egy picit egyébként, hogy mostanra állt össze az autó. Hát akkor most kell nagyon jó lett. Nem tudom a jövőt, tehát ha most erre vagy kíváncsi. Persze. Mit szerintem majd több valószínűleg ezzel. Pont a héten fogom meghirdetni az autót. Nem, most ezt nem mondod. De. Úgyse viszik-e? Annyit kérek érte, hogy... Na most mi? Hirdetés jelent. De most tényleg. Na most tényleg. Minden új eladok. Hogy fog hangozni a hirdetés? Akkor mondjad, tessék, itt a nyugodtan az adásban. Semmi, végülis vannak opciók. Tehát meg lehet venni a kocsit nagyon drágán, ami nagyon drágának tűnik, de mégis a fele, mint amibe került. Tehát nem akarok. De most magadat kínzod, tehát az hirdeted meg, hogy megerős is, hogy nehogy elvigyék? Nem, nekem már van egy... szeretnéd adni? Nekem persze, nem, de igen. Sejtettem, hogy ez lesz. Föl kell ér eljönni egy másik, gondolom, az itt a... Te igen. Megbeszélted ezt a családban valakivel egyáltalán? Mit? Hát, hogy eladhatod, vagy el akarod adni az autót? Ezeket nem kell megbeszélni, nem ilyen kell. Dolgokat szerintem az autót. Szerintem ott a sarokban most nagyon szigorúan néznek. Nem, én sem szólok bele a konyhába, hogy mi történik. Ja, ebéd van és kész. Hát az autónál én döntök. Adjuk már az esti pörköltet azért egy erdélyesre összehasonlítani. Igen, az autónál én döntök, a konyhába ők. Van már egy másik autó, már megvan az is egy ideje. Húha. Hát nincs titok, ez a Mickey-féle BRC replika. Miután megfogadtam, hogy soha többet nem fogok még egy autót építeni, de már erre is azt mondtam, amivel most versenyzek. Ezért aztán belekezdesz, értem. Még egyszer nem, én ezt nem csinálom. Abba még úgy elhoztam, nem is tudom minek. Aztán kitaláltam magamnak egy olyan sztorit, hogy az milyen lesz, hogy na, az drágább lesz az autó, mint ez. Uh-huh. És bízom benne, hogy jobb is. Tehát most nem titok, full Skoda, erőt, futóművek, csonkálványok, fékek, gát, minden az lesz benne. Eleve a... Tehát ez is egy ORC-s autó lesz magyarul, tehát szeretnéd használni? Igen. Remélem súlyra sikerül ugyanra elcsinálni, mint ezt. Ez az én autóm az egyedi abba szerintem. Valamint a másik autónak, ha minden igaz, 60 mm-re alacsonyabb lesz a hasmagassága, mint az eddigi Mitsubishiknek. Tehát én abba várom a csodát. Az áttörést, igen. És azokba a futóművekbe. Tehát mondom, hozzáteszem, ez az autóm is nagyon-nagyon jó most. És szíved szerint hol üzemeltetnéd, itthoni pályákon vagy külföldön? Én szeretnék itthon versenyezni, meg nem is tettem le róla. Én bízom benne, hogy eljön az a nap, meg eljön az a hozzáállás és az a vezetés, hogy azt szeretnék, hogy a versenyzők itthon maradjanak, mert sajnos most per pillanat nem úgy néz ki. Én nagyon szeretnék itthon menni, tehát korábban is kimentünk egy-két versenyre külföldre, de nagyon szerettem itthon versenyezni, mert most akármit is mondunk, azért csak itthon vagyunk. Tehát a hazai szurkolók, a hazai közeg, a versenyzőtársak, azok hiányoznak a mezőn. Így van, azt nem lehet pótolni semmivel. Jó, ott kint, elég sok szurkoló van egyébként kint is, magyarok, elég sokan vannak kint, meg most már versenyzők is, tehát nem úgy van, hogy kimész és magadra vagy hagyva, hogy azt se tudod, hogy ki ezt forduljál. Egy kupacon, igen. Hát persze. Ez volt olyan verseny, hogy 9 vagy 10 voltunk magyarok. Versenyzők, páros. Tehát szinte már olyan, mintha itthon lennénk, de mégse. Na és mikor lesz rajt kész ez az autó? Hát az még nagyon sok idő.
Mennyire satszolsz? Az években mérhető még igen, valószínűleg. Hát de akkor mi lesz a köztes? Hát holnap valaki bekopogtat és mégis elviszi az R4-et? Van letakarva a VFT-es. Júj, na ezt tessék. Visszakul a VFT... az időben egy szűk 20-ast akkor? Mindenképp vissza fogok ülni majd a VFT-esbe. Tényleg? Mutkom a halálra csesztettek historikusok, hogy gyere már, meg historik, meg mondom, oké, én imádom csinálni, mondom, egy kis egérutat adjatok még, még egy-két évet szeretnék ralizni, és... HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Az érdekes, mert látod, Bútor Robi is, Rongics Attila is, mindenki azért visszaül, tehát mindenkinek ott van tartalékban egy VFT-es. Kell az. Kell az? Persze. Lehet VFT-es nélkül élni, de minek? Na tessék, ez egy jó végszó volt a részedről. Barbi, nálad mik a tervek, mire van lehetőség, mert nyilván azért az is fontos. Hát vannak tervek, de... a lelkem lehet kötve, hogy ezekről még annyira ne beszéljek, hogy tényleg el tudjon sülni a dolog, és jól tudjon elsülni, úgyhogy reméljük, hogy össze is jön. Tehát nélkül. Tehát egy másik autó, hát, értem? Úgy néz ki, hogy ugye én a Kállai Tomival 2020 elején mentem utoljára. Igen. Sajnos ott ugye megszakadt a dolog, ő eladta az autót, lett gyermek, stb. Uh-huh. Azóta ő ment versenyen, de nem velem, és uh-huh. most úgy néz ki, hogy lehet, hogy ez most éled? Megint újra éled, igen. Uh-huh. Hát akkor biztos magyarul. Hát reméljük. Tehát volt az a diplomatikus része, én meg rákérdezek, hogy akkor ez biztos. Tehát ez a terv. Ez a terv, igen. Aha, és apa ehhez mit szól? Hát nem tudom. Nem tudta. Nem tudtam, most bejelentetted akkor? Nem beszélünk akkor? Erről. Ja, jó. Bejelented neki most akkor? Persze, most már tudja. Na most már tudja. Jó, és akkor az a titok, hogy mivel, ugye? Akkor, igen. Ha jól értem. Uh-huh. Igen. És az neked tetszeni fog? Mert te nyilván tudod. Igen. Nem fog. Igen. De. Első vagy másodosztály? Hát... Első kerekes vagy hátsó? Nem mondok sem. Apa, hát akkor... meglepi titok, nem mit nem értesz? Húha, figyelj! Zaranyos. Tehát akkor mi is várjunk türelemmel. Igen. Jó, kösz. Úgy lesz akkor. Ariel és Gyuri, ti? Ja, én nem megyek vele többet. Nem? Nem, kölegem. Ti már összefortatod, gyerekek. Nektek már tudjátok, hogy kell a felkészülést, amit ti nem árultak el nekünk. Az csapattaktik, azt nem lehet elárulni. Felkészülést? Ja. Milyen elemek tartalmaznak, mire gyúrtok rá? Sör. Mi tisztok, milyen energiaitalat, igen. Ja. Sör, viszki. A viszki csak a szénhidrát. Igen, igen. A sör meg a szomjúság. Hidratáltnak kell maradni. Az autó hát, jól bevált, mi csú marad? Hát igen, tehát úgy gondolom, hogy ami biztosnak tűnik, hogy ugye ha lehetőségek a egyrészt partnerek, időnk, egészségünk, kedvünk rendelkezésre áll, ami egyelőre úgy tűnik, hogy rendelkezésre áll, akkor a Mitsubishivel menjünk jövőre külföldön Mitropa, Kupa és CEZ futamokon, és egy-két hazai versenyen, mert azért idén is megyünk még itthon. Melyiken? Mikulás? Mikuláson és a szilveszteron. Azt kasztingoljuk az új navigátorokat. Mondjuk Mikuláson úgy versenyzünk, hogy nem versenyzünk. Igen? Még, igen, még sose mentem így. A nullás rajtszámon fogunk menni, és a Gyurinak más feladata lesz, autón kívül lesz, és mások fognak mentülni az autóban. Gyuri lesz, aki felszolgál, akkor úgy értem. Hozzá váltott hát igen, de most igazából már elmúlik ez a mire a műsorra kerül a, ugye a tankcsapda ült, vagy fog ülni a fiúk mellettem. Úgyhogy idénre még ez a terv, jövőre valószínűleg ezek a külföldi a futamok, meg a Szilveszter Rally. Ott a Gyuri ül már melletted, visszakapja? Igen. Elvileg. Ha Lukácsokban mondja, akkor mehet ő is. A legjobb mérget majd ott énekel nekem, lehet, hogy jó hatással lesz meg. Meglátjuk. És akkor jövőre, meg hát ez a Mitsubishi, ez biztosnak tűnik. Jó bevált igazából, egy nagyon jó autó, én nagyon szeretem, vagy szerintem szeretjük nagyon jó belemenni. Hát nehézkes azért a fenntartása, mert egyre nehezebb alkatrészt
szerezni hozzá, és egyre brutálisan drága, tehát szerintem nem sokkal olcsóbb ezzel menni, mint egy R5-ös. És hetente mennek fel az árak. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. De, jaj, itt az asszony, bocsánat, meg az enyém is nézi. Szinte ingyen. Szinte ingyen van. Majdnem ingyen van. Tehát ez biztosan mondható, hogy ha esetleg lenne lehetőségünk R5-ösen menni normális körülmények és feltételek mellett, akkor természetesen kipróbálnánk egyet, de a Mitsubishi mondható biztos. De akkor az kijelenthető, hogy a határon túli versenyeket favorizáljátok összességében a jövő évi naptárban is. Most nézd, nem tudom, melyik lesz a Mitropa Magyarországon, de azon biztos megyünk. Szerintem van, hogy csak lesz meg. Azon biztos megyünk. Hát most a Murvát majd eldöntjük, hogy hogyan adja a versenynaptár. Tehát valószínűleg azon Murván is mennénk egyet jövőre itthon. Hát a Mikulás Szilveszter az jövőre is biztos, hogy azon megyünk. Hát a többit meg össze kell nézni majd a versenynaptárat, tudod, hogy hogy adja. Igazából nyilván... Tehát az úgy válogatjátok, hogy egy bajnoki cím azért kinézzen, tehát az a cél. Nem? Igen, és bízunk benne, hogy ez a Covid az nem fogja keresztül húzni, mint ide. Igen. Hát most ahogy a helyzet áll, mint május körül elindulnak a bajnokságok, aztán majd lesz valami. Május közepe vége fel. Hát tudod, érdekes, mert itthon elindult előbb, tehát az idei évben is, de külföldön nem. Tehát ott máshogy élik ezt egy kicsit. Ezt a ez a baj. Ez a kicsit, baj. Kicsit szerintem túltolják ezt. Ez az egyetértünk. Na mindegy, hát remélem, hogy nem túltuk túl, és jól éreztetek magatokat itt a műsorban. Úgyhogy ennyi volt itt a Talk Show forgatásunk 19. epizódjában, és köszönöm szépen, hogy itt volt Matics Misi, kedves lánya Barbie, Gyarmati Ariel és Kocsis Gyuri. A Talk Show felvételei az impozáns Kodály Központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.